Nem készült harmadik jelentés az összödi beszédről, ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója mondta a híradónknak. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke szerint pedig utólagosan nem manipulálták az iratokat. Azt azonban nem zárta ki, hogy készülhetett másik jelentés is. A Fidesz szerint kiderült, hogy nem volt alapja Gyurcsány Ferenc vádaskodásainak. Közben a Népszabadság információi szerint fegyelmi eljárás indult a belügyminisztériumban, mert úgy tudják, hogy eltűnt 22 az ügyhöz kapcsolódó dokumentum. Van harmadik jelentés, amiről szó volt? Hogy? Van, nem tudok róla. Sokan hivatkoznak erre. Nincs. Ezek vannak. Nincs meglepetés szerintem. Nem árult el többet az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója, aki az elsők között érkezett az ülésre. A bizottság elnöke még szűkszavúbb volt. Tudják már, hogy a cílán? Utána természetesen nyilatkozunk. Én minden nyilvánosságot támogatok, sőt most azzal fogom kezdeni, ha bemegyek a bizottsági ülésre, hogy magát a bizottsági ülést is tegyük nyilvánossá, és önök lehessenek ott. Ezt a bizottság tagjai támogatták, a belügyminisztérium megtagadta a nyilvános ülést. Maradtak az zárt ajtók még Vadai Ágnesnek is, aki szerint a pártok nem támogatták, hogy ő maradhasson. Vadai szerint jelentős mennyiségű iratot kapott a bizottság 5 dossziéban. Több száz oldalt, amit képtelenség volt nyilván a bizottság tagjának áttanulmányozni. Vannak benne olyan információk, amelyek érthetetlenek. Azt gondolom, hogy nem, nagy valószínűséggel nem teljes dossziét kapott meg a Nemzetbiztonsági Bizottság. Éppen ezért a belügyminisztertől kéri, hogy a teljes dossziét megkaphassa. Vadai szerint nem az a fő kérdés, hogy hogyan szivárgott ki a beszéd, hanem hogy ki állt az őszi események mögött. Azt lehetett megállapítani, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján manipulációnak semmilyen gyanúja nem merült föl. A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítás nyert, hogy az az összefoglaló jelentés, amiről beszélünk, az a valamennyi irat ismeretében történt. Azt én nem tudom megállapítani, hogy bármilyen későbbi irat vagy jelentés készülhetette. Ennek nyomát a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehetett felelni. A bizottság elnöke hozzátette, nem került szóba a 2006-os zavargások kérdése. Arról sem árult el részleteket, hogy valóban tűntek el iratok, ahogy azt a nol.hu megírta. Minden kérdést feltehettünk, mindenre választ kaptunk. A Fidesz szerint beigazolódott, hogy semmilyen manipuláció nem volt. Kocsis Máté szerint az a legfontosabb kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc becsapta a szavazókat és hazudott 2006-ban. Az iratokat egyébként már a pártok szakértői korábban is megvizsgálhatták. Tőlük mi ugyanazt a tájékoztatást kaptuk a saját szakértőinktől, hogy bizony a nyilvánosságra hozott adatok, illetve jelentések, azok megfelelnek a valóságnak, semmiféle utólagos manipuláció nem történt, tehát nem igaz az, amit Gyurcsány Ferenc állít, mondjuk ebben meg semmi meglepő nincsen. A bizottság tagjai következő 2 hétben az Alkotmányvédelmi Hivatal épületében tanulmányozhatják az iratokat, azt egyelőre nem tudni, mikor adnak róla tájékoztatást.